Az országos vadászati kiállításhoz kapcsolódva a Karcagi Nagykun Vadásztársaság Kunhegyesi úti vadászházánál megnyílt a vadászati kiállítás. Trófeákból, díjakból, archív fotókból és vadászati eszközökből a vadászok és a nagyközönség számára. Szepesi Tibor polgármester megnyitójában felidézte gyerekkorában vadász család tagjaitól hallott élményeit, melyek most a kiállítás képein a trófeákon visszaköszöntek. Van a családnak van egy olyan ága, aki komolyan foglalkozik vadászattal, úgyhogy természetesen ilyen szinten találkoztam már ezekkel, vagy ehhez hasonló trófeákkal. Tehát mindenképpen egyfajta gyerekkori élmény, amit a kiállításon visszatekint, vagy visszaköszönt rám. Tehát azok az aggancsok, azok a kitömött állatok, azok a különböző bőrök, fényképek, vadászati relikviák, puskák, táska, vadászkalap, tehát sok minden élmény fölmerült. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki nem találkozott a vadászattal esetleg eddig, vagy valamikor régen találkozott vele, vagy ne adj Isten mai napig űzi ezt a nemes foglalkozást, hiszen a vadászat, ahogy mondtam, nem csak vadászat, hanem vadgazdálkodás. Tehát aki ezt a fajta tevékenységet folyamatosan végzi akár a mai napig is, szerintem mindenki megtalálja a neki tetsző kiállítási tárgyat, és olyan élménnyel gazdagodik, olyan élménnyel térhet haza, amely egyedülálló, én azt gondolom itt a környéken. Egyedülálló a környéken maga a Karcagi Vadásztársaság is, amely 1874-ben alakult, és azóta folyamatosan végzi a Nagykunságban azt a vadgazdálkodási tevékenységet, ami a mezőgazdaságban dolgozóknak is nagy segítség. Munkájukat országos szinten is elismerik. Kimagasló munkát végeztek az eltelt időszakban, nem csak régen, hanem napjainkban is óriási munkát végeznek, hiszen a legnagyobb apróvaddal rendelkező, egyik legnagyobb apróvaddal rendelkező vadásztársaság Magyarországon. Így azt gondolom, hogy komoly figyelmet és komoly munkát kell arra fordítani, hogy ezek az eredmények megszülessenek. Mint Huba Imre Csaba, a vadásztársaság elnöke köszöntőjében elhangzott, az 1874-ben 22 taggal alakult vadásztársaságnak ma már 4 brigádja van. Hagyományozás keretén belül a régi időszakból lévő fényképeket, vadászati eszközöket, azokat az eszközöket, amelyekkel még annak idején a vadász elődeink nagyon szépen eltöltötték a vadászati időt, és hát így a régi időszakban lévő vadászdinasztiákból gyűjtöttünk be vadászati eszközöket, fényképeket, amivel bemutatjuk a városnak, a környezetünknek azt, hogy hogyan fejlődött a vadásztársaság, milyen eszközökkel, milyen környezetátalakulással, illetve hogy tudtunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ugye még a 1900-as évek elején, tehát ezredforduló után, még akkor magángazdaságok voltak, kis magángazdaságok voltak, és ugye annak a vadgazdálkodásra történő hatása az teljesen más volt apróvadak szempontjából, és akkor a fő apróvad a nyúl volt, később kezdték el a fácán nevelni, és a fácán nevelés után az felszaporodott, a vadfácán később újra nevelés történt a vadászatok szempontjából, és hát a vízivad. Karcag egy hagyományosan jó vízzel ellátott terület, főleg a listelmeztés kapcsán, a csatornázások kapcsán, a víztározások kapcsán, és így a vízivarvadászata is egy kiemelt tevékenységünk, ez kiemelt lehetőség, és európai hírű a vadállományunk össze, amikor a vadkacsa és a vadlibának a vándorlása történik, és akkor a lehetőséghez képest, annélkül, hogy kárt okoznánk a természetbe, bizonyos lehetőséget biztosítunk, ami a jó hírnövünket is viszi, a lehetőséget bemutatjuk, és hát a Karcagváros közigazgatási területe, a vadászterületünk, ez európai hírű vadászterület. Apáról, sőt nagyapáról fiúra száll a vadászat iránti szeretet, tudomány, sok karcagi, így a mi családunkban is kezdte köszöntőjét Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke, aki 25 éve tagja a vadásztársaságnak. 12-13 éves lehettem, amikor egy téli hajtáson részt vettem édesapámmal,
és nem csak az ő elbeszélései, hanem a személyes élményem is annyira erős, erőteljes volt, hogy mindenféleképpen szerettem volna attól a perctől kezdve vadásszá válni. Ez eltelt jó 10 év, mire vadász is lettem, és ezzel az életformával együtt, a vadászattal együtt járó összes hagyomány, összes tudást, összes szokást édesapámtól, valamint Ábri Gyulától, keresztapámtól tanultam el, és amikor befogadott a vadásztársaság, akkor, amikor valóban sportvadásszá válhattam és teljes ökú taggá, akkor már 2 éve voltam hajtó, akkor már 2 éve voltam tagjelölt, és gyermekkoromtól kezdve, amikor csak hajtásra járhattam ki, és csak hajtó lehettem, már akkor terheltek a vadászok, már akkor egy kicsit úgy foglalkoztak velem az idősebb vadászok is, hogy talán ebből a gyerekből majd egyszer tag lesz. Büszke arra, hogy édesapjának és az NVT elnökségének sok vadászattal kapcsolatos módosító indítványa volt, amit aztán a törvényalkotó is megfogadott és beépítette vadgazdálkodási törvényébe. 2017-ben életbe lépett vadászati törvénnyel kapcsolatosan is számos olyan módosító indítványa volt édesapjának és az elnökségnek, amelyet utána jó szívvel megfogadott a jogalkotó, hiszen innovatívak voltak, a vad gazdálkodás fenntarthatóságát mind eredményesség szempontjából, mind pedig jogilag megalapozta, a tulajdonosi érdekeket, a földtulajdonosi érdekeket markánsabban megjelentette, a vad gazdálkodók érdekeit pedig sikerült bizonyos módon szintén megerősíteni, és annak is egy védelmet talán, tehát mindenki egy win-win alapon jól járt, vagy jobban járt, mind a földtulajdonos, mind a vadgazdálkodó jobban járt a törvény átalakítása során, és ez valóban voltak javaslatok, valóban a vadgazdálkodás, a vadélője fenntartáshoz fűződő pályázatok során is voltak javaslatok, de ezt egy nagyon jó csapatban tudják megbeszélni édesapámék, és az elnökség kivétel nélkül abban a nemes célban érdekelt, és abban érzi magát kompetensnek, hogy javítsa a területen az összes mutatót, a vadállományban, a fenntartó képességben, az eredményességben, miközben a vadkár az egy maradjon egy elviselhető mértéken belül. A kiállítás évvégéig munkanapokon látogatható, csoportoknak előzetes egyeztetés után tárlatvezetést is tartanak a vadászok.